hogy az elmúlt időszakban nagyon sok bejelentés érkezett a lakosság részéről, hogy Paks városában, játszótereken, közterületeken, parkokban rongálást tapasztaltak. Paks város önkormányzata úgy döntött, hogy ezt is mindenféleképpen meg kell előznünk, annak tudatában pláne, hogy az elmúlt időszakban azért nagyon sok olyan beruházás valósult meg Paks városában, amely pont ezeket a területeket érinti, tehát a parkokat, közterületeket és játszótereket. Így nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezeknek a területeknek a megóvása biztosított legyen. Ennek érdekében az önkormányzat szerződést kötött egy olyan céggel, amely alapvetően ezzel foglalkozik, tehát a közbiztonságot óvja, védi olyan formában, hogy a nap 24 órájában jelen vannak a városban. A DC Dunakom ZRT-n keresztül kötötte Paks város önkormányzata ezt a szerződést ezzel a céggel, hiszen alapvetően a parkgondozási feladatok, a közterületek tisztaságának a felügyelete, illetve a játszótereknek a karbantartása is a DC Dunakom ZRT-hez tartozik. Szóval ez a cég az elkövetkezendő időszakban mindenféleképpen jelen lesz a városban, egyenruhás közterületfelügyeletről van szó. A város közterületfelügyelete is természetesen továbbra is munkába lesz és felügyeli a területeket, játszótereket és az előbb említett parkokat. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ez minél inkább nagyobb hangsúlyt kapjon, kiegészüljön ezzel a fajta tevékenységgel is, hiszen ez a cég már egy több évtizedes múltra tekint vissza ebben a formájában, és nagyon jó az együttműködése a rendőrséggel és a közterületfegyülettel is természetesen, úgyhogy én azt várom ettől a tevékenységtől, hogy csökkenni fog a közterületeinken a rongálás, illetve a játszótereinken is a rongálás, hiszen folyamatos lesz a jelenlét, és én azt gondolom, hogy visszatartó ereje lesz mindenképpen ennek a cégnek a jelenlétének. És hát ugye az is nagyon fontos, hogy itt az önkormányzatnak a vagyontárgyairól van szó, akár a játszóterek esetében, akár a közterületi padok és egyéb bútorzatok esetében. Így és nem csak az önkormányzat tulajdona, hanem ugye ez a városban élő polgároknak az adóforintjaiból valósulnak meg ezek a beruházások. Természetesen én azt gondolom, hogy ez egy közös érdeke a városnak, hogy ezt megóvjuk. Úgyhogy az elkövetkezendő időszakban találkozni fognak az emberek, láthatóak lesznek a közterületfelügyelet munkatársai és ennek a cégnek a munkatársai is. És még nagy hangsúlyt fektetnék a szemléletformálásra is, tehát nyilván ennek a cégnek a jelenléte nem azt jelenti, hogy itt alapvetően bírságolnak, de mindenképpen elsőre figyelmeztetni fognak, de a szankciót is megteszik adott esetben, tehát akár értesítik a közterületfelügyeletet vagy a rendőrséget, és büntetésre is számíthatnak majd azok, akik rongálni fognak. Azt még hozzá szeretném tenni, hogy ez a cég alapvetően a hétköznapokban is jelen lesz, de kiemelten a hétvégén, pénteken és szombaton sokkal fokozottabb lesz a jelenlétük, itt főleg az esti órákra, hajnali órákra utalok, amikor is ugye a hétvégenként azért a szórakozó helyről haza tévedő fiataloknál azért gyakrabban előfordul az, hogy úgy vezetik le az energiájukat, hogy akár játszótereket, akár közterületi bútorzatot rongálnak meg. Tehát a hétvégi jelenlét az sokkal nagyobb és fokozottabb lesz.